Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere. 8 óra 15 perc van, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádión, benne Ács Gáborra és Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS és WhatsApp számunk, a hallgatók írnak, véleményt nyilvánítanak, például ilyeneket: nem tudnátok megtudni, hogy a Ferenciek téri egyszer egy sáv leszűkítés meddig tart majd, nagyjából ez a város ütőere teljes a káosz arra felé. Igen, erről tegnap beszéltünk, jó lenne tudni, igen. Illetve azt is említettük, hogy igen, miért nincs ez meghirdetve, ez miért nem publikus? Meg volt hirdetve, én olvastam. Igen, aznap, mikor megtörtént, benne van az MTV-ben. Nem, hanem előtte is, hogy ez fog történni. Mikor? Hát még emlékszem, beszéltünk műsorban is erről, hogy na, az nem lesz Piskóta, nem is lett az. És azt kinyilatkozta. Valamilyen indexikkel, mikor bejelentett. Tényleg bejelentették előre, tehát ezt most nem lehet rájuk fogni, hogy nem szóltak előre. Nem is ezt mondom, hogy egy weblap, ahol ezek ott vannak, ezt már tegnap is felvettem. És volt rá kísérlet, aztán eltűnt, volt igen. A BKK-nak régebben egy ilyen, na mindegy. Na, veretes témába fogunk, hajléktalanokról fogunk beszélgetni, ezzel kapcsolatos problémák megoldásáról. Szándékosan nem szóltunk eddig ezekről, ennek egy oka volt, hogy borzasztó nagy volt az aj, indulatok csapkodtak jobbra-balra, mindenki elmondta a véleményét, mi megvártuk, egy kicsit megnyugodnak a kedélyek, lehiggadtunk, hátrébb lépünk, és akkor most megnézzük, hogy mi áll a hátterében, hogy egy kicsit megértsétek a problémát ti is, meg mi is. Ebben segítségünk lesz Gurály Zoltán, a Menhely Alapítvány módszertani munkatársa. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! No! Hát ugye a probléma nagyságának vázolásával próbáljuk meg kezdeni. Nagyjából lehet-e tudni, hogy hány hajléktalan ember él a fővárosban? Lehet tudni. Két számot lehet mondani. Azt lehet mondani először is, hogy egy időpillanatban hány ember van. És azt tudjuk, hogy olyan körülbelül 5,500 ember van egy időpillanatban. Ez azok a hajléktalan emberek, akiket látunk. Tehát akik szálon vannak, vagy utcán. Uh-huh. Ezen kívül a nemzetközi szakirodalom és egyéb irodalmak is, saját tapasztalatunk is azt mutatja, hogy azért vannak rejtett hajléktalanok. És sajnos ennek a számát csak becsülni lehet, és általában azt szokták becsülni, hogy legalább annyi hajléktalan ember van még rejtett helyeken, mint amennyi látványos helyeken, vagyis utcán, vagy szálláshelyen. Uh-huh. Ezek a rejtett hajléktalanok, ezek akik időnként ilyen sátrakat építenek, ilyen erdős elhagyatott területeken? Nem feltétlenül. Uh-huh. Vannak olyan, például ugye az Európai Uniós definíció is hajléktalannak tekinti azokat, és mi is nyugodtan tekinthetjük azokat hajléktalannak, akik olyan lakásban laknak, ahol például nincs ablak, nincs fűtés, nincs semmilyen közmű, vagy olyan nem lakás céljára szolgál, ilyen garázsban, stb. Olyan helyeken, amik tulajdonképpen nem tűnnek föl számunkra, hogy ott ugye hajléktalan ember lehet. Vagy például az üres lakásokban, üres házakban, rettenetesen sok üres ház van, rettenetesen sok üres melléképület van az üres házak mellett, és így tovább, tehát elhagyatott helyeken. Ezeken a helyeken mind lehetnek hajléktalan emberek, és mondom, tehát az a nemzetközi irodalom szerinti becslés, hogy legalább annyi, mint amennyi vannak azok, akiket látunk. Igen. Mit lehet tudni ezeknek az embereknek az előéletéről? Kik ők, honnan jöttek, miért vannak az utcán? Változik, folyamatosan változik egyébként, hogy honnan jönnek. 90-es évek, amikor kezdtük, akkor tulajdonképpen a magasabb iskolai végzettségű, általában szakmával rendelkező, és 40-es éveikben, 50-es éveik elején lévő férfiak voltak, ez volt a tipikus hajléktalan. Ma az 50-es évei végén, illetve 60-as évei körül járó, általában alacsonyabb iskolai végzettségű emberek a hajléktalanok. Tehát ezzel azt is akarom mondani, hogy nincs olyan, hogy
hogy egy hajléktalan populáció, vagy hogy mondjam csúnyán, tehát nincs ilyen hajléktalan népesség, hajléktalanná válnak emberek, és hajléktalanságból kerülnek ki valahova, valamilyen ilyen szegénységbe, mély szegény rétegbe, stb. Tehát nagyon nagy a fluktuáció, tehát hajléktalan emberről, mint olyanról nem lehet beszélni, egy-egy időszakban tipikus hajléktalan emberről lehet esetleg. Ez talán meglepő lehet egy átlagember számára, hogy nagy a fluktuáció. Ez nem olyan, hogy valaki hajléktalan lesz, és akkor hajléktalan is marad? Mit jelent ez a fluktuáció? Ez azt jelenti, hogy most én mondom például a ugye van egy, minden évben február 3-án megkérdezünk szociális munkások segítségével a lehető legtöbb embert, egy nagyon kicsi kis kérdőivel, néhány kérdéssel, és egyúttal ugye egy személyi azonosító alapján nézzük, hogy kik ők, és ez évente egyszer van. 1999 óta csináljuk ezt a felmérést, az egyébként a világon is egyedülálló. És 52 ezer különböző embert kérdeztem meg. Ha úgy tetszik, 52 ezer embernek a konkrét személyes adatai vannak benne. Természetesen nincsenek, de a személyi azonosítója benne van. Tehát 52 ezer emberrel találkoztunk, és tulajdonképpen ez alatt a 20 év alatt csak 20-szor mértünk, tehát nem mértünk köztes időben. Uh-huh. Tehát azt tudom mondani, hogy miközben körülbelül 10-11 ezer ember tudunk egy időpontban megtalálni, aközben egy időszakon belül lényegesen több az érintett emberek száma. Uh-huh. Oké, ezt is érteni véljük. Azért az a furcsa helyzet van, hogy, hogy nagyon szerencsétlen általánosítani, de azt gondolom, hogy bizony sokan szeretik ezt a hajléktalan kérdést általánosítva elintézni. Mondok néhány sztereotípiát, és érdekelne a véleménye, hogy mit gondolnak erről. Gyakran hallani például azt, hogy ezek az emberek, ezek jó szántukból élnek az utcán, eszükbe sincs segítséget elfogadni, őnekik ez jó így, ahogy van. Hát erre mit mondjak, az ember ha hamar hozzászok egy bizonyos környezethez, és az ember még a rosszhoz is tud ragaszkodni, ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire saját családon belül, stb., hogy mennyire tud az ember rossz szokásaihoz ragaszkodni, ha a nagyszüleinkre gondolunk, ismerősökre, stb. Az ember azért bonyolult. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy vannak olyan hajléktalan emberek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ők utcán legyenek, vagy racionális, vagy irracionális okokból. Lehet, hogy racionális, mert hogy ott nagyon sok mindent kap, nagyon sok társasága van. A legtöbb esetben, ha az ember elmegy egy ilyen utcán élő emberhez, akkor kiderül, hogy számtalan, igen sok kapcsolata van lakókkal, boltosokkal, stb., akár még a körzeti megbízottal is. Tehát, hogy valahogy így beépül abba a környezetbe, ahol ő ugyan sajnos csak hajléktalanként létezik, de mégiscsak valahogy abban a környezetben él. Ez a racionális része. Ilyenkor nehéz azt mondani valakinek, hogy menj el a lakásodból, idézőjelben mondom a lakást, és akkor költözz el egy szállóra, ahol nincsen az a boltos, akivel naponta beszélgetsz, és stb. De ezt érti mindenki. A másik az irracionális. Nyilván vannak irracionális okok is. Az ember utcára kerül, az egy hatalmas trauma. Egy ilyen trauma után az ember akár még azt is lehet mondani, hogy poszttraumás állapotban van, de nem kell hozzá poszttraumás állapot, hogy valaki irracionálisan döntsön és ragaszkodjon olyan dolgokhoz, amihez nem kéne. Most azért van a segítői munka szerintem, és ez itt a kérdés, hogy egy ilyen poszttraumás állapotban, egy ilyen elkeseredett állapotban mit lehet csinálni. Ugye van egy szigorú pedagógiai elv, ami szerint, hogyha elkezdem őt büntetni, akkor azzal jót teszek, és van egy másik elv, ami szerint meg kell próbálni őt valahogyan képessé tenni arra, hogy saját döntését meghozza, mert csak a saját döntése révén fog tudni olyan helyzetbe kerülni, hogy valóban kikerül abból a helyzetből, hogyha én csak presszionálom, büntetem, egyest kap, akkor lehet, hogy el fog menni onnan, és nem látszik a probléma, de nem is fog megoldódni, hanem máshol keletkezik, máshol újabb problémát okoz. Tehát szerintem ez az alapvető vita most uh-huh. nálunk, hogy melyik elvet. Igen, még a megoldásba nem menjünk bele, de erre is szót szeretnénk majd szánni, de először még néhány sztereotípiát. A másik legfontosabb az az, hogy ezek az emberek
javarészt alkoholisták. Semmi egyébért nem élnek ők közterületen, hogy tudjanak forgalmas helyeken pénzt koldulni, amit aztán alkoholra fordítanak. Ez mennyire jellemző? Nagyon sok szenvedélybeteg van közöttük, nagyon sok alkoholista van. Igen, úgy, mint az egész országban, ahol 1 millióra becsülik körülbelül az alkoholbetegek számát az országba. Tehát ahhoz képest mondjuk igen, nagyon sok közöttük, ez tény, nagyon sok közöttük az alkoholbetegség. Ezt mindenki tudja, hogy a probléma megoldásnak a tradicionális eszköze az ivás. Magyarországon, de még nem csak Magyarországon, nagyon sok helyen, és azt azért mindenki gondolhatja, hogy azért problémája van elég ezeknek az embereknek. Nyilván a probléma oldás, a feszültség oldás klasszikus módját alkalmazzák a legtöbben közülük is, mint ahogy mi is leginkább isznak. Értem. A megoldásról kéne már. Igen, még azért vannak egy sztereotípiák, hogy azért ezek a hajléktalan emberek köztisztasági, közbiztonsági problémákat okoznak. Ez mennyire jellemző? Ugye általában azt szokták mondani, hogy az mégsem járja, hogy ők nem tudnak, vagy nem akarnak beilleszkedni a többségi társadalomban, ezért a többségi társadalom tűrje el, hogy ők saját piszkukba fetrengenek nyilvános helyeken, és mondjuk inzultálják az arra haladókat, hogy tudnak-e nekik néhány forintot adni. Én szerintem ezt senki sem mondta, hogy tűrni kell. Tehát szerintem, ha valaki zaklatóan koldul, az most a hatályos szabálysértési törvényben is szabálysértés büntethető. Tehát a zaklató koldulás mai nap is büntethető. Szerintem a köztet beszennyezése, vagy a közteleten való akadályozás, valamiféle közlekedésbeli akadályozás, ez mind tényállás. Olyan tényállás, amit büntetni lehet. Senki nem mondta, hogy a hajléktalanokkal kivételt kell tenni, igenis büntetni kell azért, amit valóban elkövetnek, azért, ami valóban rossz, és amit nem szeretünk. Szerintem, az én véleményem szerint viszont azt nem lehet büntetni, hogyha valaki az utcára kényszerül, mert nincs más, vagy azért, mert éppen olyan állapotban van átmenetileg segítséghiányában, hogy rosszul ítéli meg a helyzetet, és utcán van. Én szerintem akkor sem büntetni kell az embereket csak. De ez nem jelenti azt, hogy csinálhatja, amiket mondott. Tehát itt azért mindig különbséget kell tenni, és én azt gondolom, hogy az is szól valamiről, és erről még nem hallottam, hogy valaki is beszélt volna, hogy, illetve, hogy máshogy mondom. Tehát nem arról szól ez a dolog, hogy a mi tolerancia szintünk lett alacsonyabb. Tehát, hogy én nem állítom, hogy ezek olyan dolgok, amiket el kell viselni, de azért valamilyen szintű dolgokat azért elviselünk, és nem csak a hajléktalanokkal kapcsolatban, hanem nagyon sok mindennel kapcsolatban. Akadályoztatás, például most ugye pont a Ferenc körútról volt szó, hogy ott le van zárva ez az amaz, tehát most csak példaképpen mondom, számtalan akadályoztatás, számtalan kellemetlenséget elviselünk. Kérdés, hogy most az, hogy egyszer csak így nem kezdjük el elviselni ezt a helyzetet, hogy emberek ilyen méltánytalan helyzetben vannak, az most nem szól egy kicsit rólunk is. Igen. No, mozduljunk el a megoldás irányába. Van, aki megint csak leegyszerűsíti ezt a kérdést. Kell építeni egy csomó hajléktalan szállást még, és akkor lehet ezeket az embereket kezelni, oda beszállítva, akkor lesz lakhatás, tisztálkodási lehetőség, és a többi, és a többi. Ennél bonyolultabb. Timi, ti mit gondoltam? Biztosan nem. Erről van szó. Ugyanis, mint mondtam, tehát ez egy olyan összetett dolog, ami részben összefügg a szociális helyzettel, a segítség, tehát traumákkal, egyéni sorsokkal függ össze. És tulajdonképpen az, hogy ezek az egyéni traumák, sorsok oda vezetnek, hogy valaki hajléktalan lesz, és nem egyszerűen csak a saját lakásába kér segítséget, vagy nem egyszerűen csak be kell, hogy elmenjen valahova és kérjen segítséget. Az azért van, mert hogy van egy, mert hogy nincs lakáspolitika, mert hogy nincs igazán Magyarországon, és ez tulajdonképpen a rendszerváltásokban hiányzik, egy olyan fajta közpolitika, amiben valamiféle biztonsága lenne a lakhatásnak. Nem mondom, hogy mindenki kapjon lakást, erről nincs szó, de valamiféle lakhatási biztonság kellene, hogy akkor is megmaradjon a lakásom, hogyha én adott esetben megzuhanok, ha
elfogy a jövedelmem, krízisbe kerülök, stb. Ezekben a helyzetekben meg kellene, hogy legyen. Azokban az országokban, ahol többek szerint jól csinálják ezeknek a problémáknak a kezelését, ott hogyan oldják meg ezeket a problémákat? Hogy lehet, hogy nem okoznak köztisztasági, közbiztonsági problémákat ezek az emberek? Elmondom, van egy német barátom, a feleségem magyar, két kis gyerekkel, őt érte egy trombózis, és azt mondta nekem, fölépült, és azt mondta nekem, hogy figyelj ide, hogyha én, és ugye egyedül keres a családba, és azt mondta nekem, ide figyelj, hogyha én akkor nem jövök ki abból a kórházból, akkor a feleségem bement volna szemben ide az önkormányzatba, és az 1500 eurós bérletünket, az kifizette volna neki az önkormányzat, mert ő ott van a kisgyerekkel, stb. Én azt gondolom, hogy egészen más így élni, hogy az ember arra számít, hogy, vagy azzal kell számolnia, hogyha őt éri egy katasztrófa családját, akkor ugye az utána maradók kapnak támogatást direktbe és értelmezhető támogatást. Én azt gondolom, így csinálják. Tehát, hogy egy ilyen bonyolult rendszerben, egy ilyen bonyolult rendszerben, amiben élünk, meg termelnünk kell, teljesítenünk kell, ebben a rendszerben kell legyen biztonság. Kell legyen biztonság, és kell legyen valaki, aki garantálja ezt a biztonságot, ha már ennyire furcsa módon, igen, és ennyire feszített. Mennyire tudnak segíteni magukon az ilyen helyzetbe került emberek, mert sokan mondják azt, hogy miért nem dolgoznak, miért nem mennek el közmunkásnak, akkor sepregetnének, azt mindenki tud, akkor kapnának valamennyi pénzt, és abból meg tudnák oldani a problémáik egy részét. Nagyon sokan elmennek közmunkásnak, nagyon sokan elmennek nem csak közmunkásnak, hanem újabban nagyon sok munkalehetőség révén az egyébként éves mindenhol, hogy nem mennek el, nagyon is elmennek. Azt látjuk, hogy az utóbbi két évben, amióta érdekes módon a munkaerőpiac lazult, azóta az utcai hajléktalanok számában is látunk csökkenést, és történeteket hallunk arról, hogy maga utcán élő hajléktalan ember is egyik napról a másikra, mivel lett egy szolgálati lakás, oda ment és gondolkodik valahol, vagy kertet ápol, vagy valami. Tehát igenis ezek a történetek vannak. Nyilván vannak olyanok, akik felé már nem sok inger jut el, utcán élő, és nem sok inger tud már eljutni. Nyilván vannak ennyire leépült emberek. Nyilván ők első körben valószínűleg nem tudnának hasznos tagjai lenni, ilyen értelemben hasznos tagjai lenni a társadalomnak, de szerintem senki sem reménytelen. Láttunk olyan eseteket, nekem például van, hogy olyan patronáltam, aki 67 évesen tele betegséggel még mindig fekete mosogatóként dolgozik, és már alig bírják a szakácsok is nézni, mert olyan tempóban tolja. Tehát, hogy különböző, tehát azt mondom, hogy nincsenek sztereotípiák, különböző emberek vannak, és hogyha nekem az a tapasztalatom szociális munkásként, hogyha megismerik azokat az embereket, a lakók, akik csak ugye kívülről látják őt valahol aludni, akik megismerik, hogy egészen más szokott lenni a véleményük azután, és egészen érdekes módon mindig pont a leghangosabbak, a leginkább ellenzők, vagy a leginkább tiltakozók szoktak a legnagyobb. Igen, most a megoldás, azt látom, hogy a szociális ellátórendszernek az átformálása lenne. A hallgató érdekes módon azt írja, hogy meg lehetne oldani, hogy hatékony biztonsági szolgálat működjön a hajléktalan szállókon, akkor talán bemernének oda menni, és akkor talán egy kicsit mérséklődne ez a probléma, mert ugye a hajléktalanok általában azzal érvelnek, hogy ott nem jó a biztonság, ellopják a cuccaikat, verekedések vannak, betegségeket kapnak, stb. Igen, a hajléktalan szállók zöme tele van jelen pillanatban is, tehát 100%-os kihasználtságú, van 2-3-4-6, tehát nagy férőhely számú, 100 férőhely szám feletti, ahol valóban alacsonyabb a kihasználtság, és az valóban kontrollálhatatlan. Szerintem egyébként ugyanúgy biztonsági szolgálatokkal is kontrollálhatatlan. Van egy olyan lakó tömeg, ami már nagyon nehezen kontrollálhatatlan. És képzeljen el, hogyha átlag emberekből
összeverbálnék különböző embert 100-150-et naponta, és betenném napról napra mindig mást egy ilyen nagy dormitóriumban, nagy szállóban, független attól, hogy kinek milyen baja van, ki mennyire alkoholista, ott bizony konfliktusok lennének, ott bizony az emberek nem szeretnének lakni. De egyébként a kisebb szállókon, tehát a kisebb férőhelyszámú szállókon, ami mindig nem azt jelenti, hogy 10-20 fős, hanem adott esetben 50 fős, ott folyamatos 100%-os kihasználtság van, csak mondom, vagy egészen 100% közeli. Tehát igenis bemennek, ezek a szálláshelyek nem jók, ezek nem alkalmasak arra, hogy az ember hosszan lakjon benne, úgyis hívják őket egy átmeneti szállók, és itt mindenki egy ágyat kap, és egy esetleges szomszédot, bárkit, aki a, ugyanolyan bajban van, és ma őt, holnap a másikat, és nem nincs ugye közegészségügyi okok, miért nincs takaró, hanem túl van fűtve azért, hogy a élősködők ne szaporodjanak el, és a cuccát, ami van, azt oda kell tenni, egy kis szatyrot oda lehet tenni az ágyhoz. Most képzeljön el egy életet így. Ez nem egy élet, ez egy átmeneti helyzet. És akkor, hogyha ezt mondom, akkor már talán érthető is, hogyha valaki évekig kényszerül ilyen helyzetben lenni, miért nem szereti? Nyilván nem szereti. Igen, hát a beszélgetést felfüggeszteni lehet befejezni, nem is végszónak ez talán meg is felel, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, talán reméljük, hogy mi is, és nem utolsó sorban a hallgatók is jobban értik ezt a problémát. Nagyon szépen köszönjük a segítségét. Én is köszönöm. Minden jót, sok sikert a munkájukhoz, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Gurály Zoltánnal, a Menhely Alapítvány módszertani munkatársával beszélgettünk a hajléktalan kérdésről.